Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy mondanám, sírok, nevetek, meg vagyok hatódva, hiszen végre elkezdődik rögtön, egy másodperc múlva a 13. tandem túra, és annak ünnepélyes megnyitója. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ahogy 2 éve, immáron most is Szántódról indulhat a csapat, és nagy köszönet Szántód önkormányzatának, egy nagy tapssal, hogy ismét támogatnak minket, és itt lehetünk. És annak is egy hatalmas köszönet, hiszen az idei tandem túra egy kicsit arról is szól, hogy hogy védhetjük a környezetünket, és arról is, hogy tegyünk mi is ez a nagy csapat egy kicsit a természetért. És sokan tudjátok, hogy egy picit már azt mondjátok, hogy ez az én mániám, hogy mindig ültessünk egy fát, de higgyétek el, megéri, mert ha hátra néztek, nézzétek, hogy az a 2 éve ültetett gyönyörű gesztenyefa milyen nagyra cseperedett. És talán ez a fa őrzi annak az emlékét, hogy mi itt kerekeztünk anno a Balaton körül sok-sok éven át. Ez a 13., és remélem, hogy a 33-at is megérem. Ha nem, akkor pedig az itt levő ifjúság majd viszi tovább ezt a kezdeményezést. Én nem is szaporítanám tovább a szót. Tudjátok a szlogent, nem az az erős, aki másoktól elvesz, hanem az, aki ad, ha más nem, legalább esélyt. Sok szeretettel köszöntöm a Mozdulj Egyesület szervezésében és támogatásával hozzánk látogató, látássérült, kerékpározó fiatalokat, a kísérőjéket, valamint a érdeklődőket. Nagy megtiszteltetés volt számunkra 2 évvel ezelőtt, amikor az Egyesület felkérte önkormányzatunkat, hogy a aktuális azévi tandem túrájuk rajtja Szántódon lenne. Arra gondoltak, hogy innét indul ez a tókerülő kerékpáros tandem túra. A Balaton megkerülő tandem túrán 2017 óta veszek részt, akkor kezdtem el az együttműködést, meg eljöttem az egyik sajtótájékoztatójukra, és tulajdonképpen azóta szerves részét képezem az Egyesületnek. 3 éve vagyok dedikáltan kulturális nagykövet, de lényegében 17-től én gondoskodtam a csapat kulturális művelődéséről. Ugye alapvetően ez egy sportteljesítmény, hiszen azért 50 kilométert letekernek egy nap, de a kultúrát is eléggé becsben tartjuk, és ezért minden állomáson a nap végezetével legalábbis erre törekszünk, próbálunk egy-egy mini koncertet tartani, ahol előkerülnek a versek, a dalok, alkalmasint a szavallatok, a prózák, és nem egyszer még tánc betét is van. Totu termékeket hoztunk, egy kis finom kóstolást, ilyen proteindús és egészséges termékek. Maga az ötlet meg, hogy miért is fontos számunkra ez az ügy, hogy igazából én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, hogy mondjuk a gyengéllátás vagy a vakság, mindenkinek vannak hiányosságai. Van, amit ugye jobban így ugye látnak az emberek, valami szembeötlőbb, de viszont ugyanúgy egy laktózérzékenység vagy egy tejfei allergia is pont úgy egy olyan hiányérzetet adhat, ami az ember úgy érzi, hogy gátolja a mindennapi életébe. És ugye igazából az, hogy teljes és tényleg minél inkább élvezetes életet élhessen valaki, ez a világon a legfontosabb. És ugye igazából mi nem mindenkinek tudunk ezekre megoldást nyújtani, ezre teljesen más csoportok, más szakemberek vannak, de mi is abszolút amellett vagyunk, hogy tényleg mindenki boldog és
teljes életet élhessen, és a mi módszereinkkel, csak mi pont a táplálkozás és a gasztronómia területén szintén ezért küzdünk. A fogyatékkal élők ügye az mindig nagyon fontos. Az utóbbi időben szerintem van némi elmozdulás pozitív irányba. Mindenkinek jó, hogyha egy ilyen csapattal együtt tud működni, hogyha látja, hogy ők hogyan élnek, hiszen ez nekünk is nagyon sokat segít. Egyrészt, hogy megértsük őket, és a jövőben sokkal természetesebb módon tudjunk ez az egészhez viszonyulni, illetve hát nyilván rájúbb lesz minket arra is, hogy azért a mi problémáink nem feltétlenül annyira súlyosak, amiket amennyire néha hisszük. Nyakunkba veszük a Balaton környékét, és indul Siófok, aztán átmegyünk Kompal, és ismételten a keleti medencét megkerülve jutunk el újra Siófokra, és egy csavarral átmegyünk az északi partra, ahol Révfülöp Keszthely érintésével vesszük az irányt újra a déli part felé, és a számunkra legkedvesebb déli parton 21-én kerekezünk. Azért is nagyon fontos nekünk a déli part Somogyország, hiszen az egyesület vezetői Somogyország szülöttei, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden köt minket a déli parthoz, így Fonyódon is megállunk, hiszen Fonyódon is ültettünk már évekkel ezelőtt egy emlékfát, és egy kicsit a fa meglátogatásával és egy frissítő pont létrehozásával szeretnénk találkozni a fonyódiakkal is 21-én, a kora délutáni órákban, 3 óra körül. Azt, hogy tényleg